Bár már javában tart a nyári szünidő, de néhány diák mégis szívesen vett részt azon a foglalkozáson, amelyet a megyei könyvtár szervezett az írói vénával bíró tehetségeknek. Az ötletgazdák célja az, hogy egy közösséget teremtsenek az írókamaszoknak és fiataloknak, hogy lássák, a tapasztalt költők, írók ugyanúgy éreznek, ahogy a nők, ugyanolyan széplelkű emberek, mint a szánybontogató szerzők. A foglalkozásokon megnézik majd egymás munkáit, stílusát, és a szakemberektől tanácsokat is kaphatnak az alkotó munkához. Azt a dolgot járjuk körül, annak a pszichológiáját, hogy miért ír az ember. Az írás az társ, az írás az terápia, létszükséglet, önkifejezés, tehát mindenképpen azt a lélektant kezdjük el boncolgatni, amiért az író író lesz, és azt mindig meg fogják kérdezni, hogyha hobbíró lesz, hogyha hivatalos író lesz, hogy kezdted, miért írtál, hogy alakult ez ki, tehát teljesen lemenni a gyökeréig, aztán pedig hozzuk a szövegeket, és megnézzük, hogy hogyan lehet ebből mesterséget csinálni, mert ugye azért a költészet és a prózaírás maga mesterség is. Az első foglalkozáson nagyrészt középiskolások vettek részt. Egyikük Magyar Boglárka, amellett, hogy kitűnő tanuló, a Vasvári Színjátszókör tagja, rengeteget olvas és több műfajban ír is. Régen írtam verseket, most elsősorban novellákat írok, és majd egyszer egy könyvet is szeretnék írni, és az elmúlt tanévben volt lehetőségünk arra a testvéremmel, hogy a Vasvári Pál gimnáziumba, ahova járok, megírhassuk a Karácsonyi időutazás című darabot, és karácsonykor ezt mutatta be a mi vasvári színjátszókörünk. Nagy Zsuka a Vörös Postakocsi munkatársaként is szívén viseli a fiatal tehetségek támogatását. A Postakocsinak is van egy demo nevű pályázata, augusztus 1-ig lehet 15 és 20 éves korig korosztálynak beküldenie novellákat és verseket. Mindenképpen szeretnénk együttműködni a Szemlével is, a Könyvtárral és a Postakocsival is, hiszen itt vagyunk Nyíregyházán, itt élünk, itt dolgozunk, és reméljük, hogy ők lesznek a jövő tehetségei és helyi írói, akik tovább viszik a szép írásnak a szépségét, és mindenféle izgalmas dolgokat fognak csinálni itt a kultúrában és a szépírásban, itt a megyében és a nyíregyházi közönségnek és olvasószeretőknek. A szervezők elsősorban a középiskolás korosztályt várják, de szívesen látják a 7.-8. osztályosokat, sőt a felsőoktatási intézmények hallgatói is csatlakozhatnak hozzájuk minden második héten csütörtökön a megyei könyvtár teraszán.